fesztivál szervezését elkezdtük még januárban. Hát rengeteg munka, rengeteg egyeztetés, koordináció, technikai egyeztetés, szóval írtózatosan nagy munka van benne, és ilyenkor érik be, ugye 3 nap alatt learatjuk a gyümölcsét. Hát ugye a kárpátaljai fiatalok elég nehéz helyzetben vannak, nem nagyon vannak, hanem inkább úgy mondanám, hogy nincsenek is ilyen magyar nyelvű fesztiválok, egy pár retro fesztivál van Beregszászban, de azon kívül ilyen nagyszabású fesztivál csak ez az egyetlen egy van, ami itt van. És ezért igyekeztünk olyan fellépőket hozni, amik lehet mondani Magyarország legjobb zenekarai. És szóval próbáltuk a maximumot kihozni az egészből, és ezt átadni a kárpátaljai fiataloknak, mert ugye nem mindenki teheti meg, hogy kimenjen például a Szigetre, vagy különböző fesztiválokra, ezért inkább elhoztuk nekik. Most már lassan így a finishbe érünk, így 3 nap, most vagyunk a 3. napon, hogy mit gondolsz, mennyire volt sikeres ez a fesztivál? Hát ugye itt a kárpátaljai nehéz helyzet miatt ugye tisztában van vele mindenki, hogy rengetegen külföldön dolgoznak, fiatalok sokan nem tudtak hazajönni, ugye a nehéz helyzet miatt elmentek szerencsét próbálni a jobb élet reményében. Szerintem egy jó fesztivált könyvelhetünk el, amit lehet a maximumot kihoztuk belőle, vendégek tekintetében sem panaszkodhatunk, voltak szép számmal. Ugye a pénteki az egy nagyon erős nap volt, lehet mondani nagy fellépőkkel, ugye itt volt a Well Hello, a Halott Pénz, a Claude 9, ugye Kunumário, nagyon jó volt. Szerintem a mai nap lesz a leghúzósabb, legkeményebb. Bízunk benne, hogy ma tarulunk, vagyis ma megdöntjük a rekordot. Lesz ennek folytatása? Igen, reméljük, hogy lesz folytatása. Még nem tudjuk a helyszínt, hogy marad vagy változik, ugye ez sok mindentől függ. Ugye itt eléggé instabil a helyzet Ukrajnában, meglátjuk. Fesztiválnak mindenféleképpen lesz folytatása, csak nem tudjuk még egyenlőre, hogy Péterfalván, Beregszászban vagy hol. Megpróbáljuk valami logisztikailag vonathoz, vagy valami, szóval, hogy könnyebben el tudjanak jutni a fiatalok, ugye, mert elég nehéz, hogy 11 kilométerre van például a vonatállomás, ugye a buszok ritkán járnak, és szóval nehéz a fiataloknak kijutni. És ezért megpróbáljuk valami arany középutat találni számukra.